Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 5 ponttal kapta ki Török Bálinton a Kék Cápák. Alapszakként edzőképzés indul a Nyíregyházi Egyetemen. Csúszik a labdarúgó megyei másod és harmadosztály nyitófordulója. Aranyérmet szerzett Hanustyák Fanni a Diák Olimpia országos döntőjében. Vereséget szenvedett a TFS otthonában a Nyíregyházi kosársuli. Vereséget szenvedett az MTK Török Bálint otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen 88-83-ra kapta ki a hazaiaktól. Sajnos 5 pontos vereség lett ebből a mérkőzésből, és nem így készültünk természetesen, hiszen valóban győzni szerettünk volna. Én úgy gondolom, hogy nem azzal a lendülettel, vagy nem azzal a koncentrációval kezdtük el a találkozót, ahogyan kellett volna. Ebből adódóan az MTK előnyre tett szert, és utána végigfutottunk a mérkőzés után. Ez sajnos már visszatérő probléma, meg kell oldanunk valahogyan a csapatnál ezt a kérdést, hiszen lehet, hogy egy picit talán azt hittük el, hogy nagyon jók vagyunk, és elég majd valamikor felzárkózni. Próbáltam egész héten erre utaló jeleket adni, hogy ne érezzék így a játékosok annak ellenére, hogy meg a HEP Kupa második helyét azért sikerült megszereznünk, és jó volt emiatt a hangulat. Tehát próbáltam arra utalni, hogy ennek ellenére nekünk még nagyon komoly terveink vannak, és nagyon komoly tettekre van szükség, de sajnos nem jutott el úgy, veszem észre, a csapat minden tagjához, és ez okozhatta azt, hogy nem úgy kezdtük a találkozót, ahogy szerettük volna. Min kell változtatni? Az ugye tudnék, hogy idegenbeli meccsek voltak most sorban, és még lesz is idegenbeli mérkőzés, hogy megforduljon ez a, most már lehet azt mondani, hogy rossz idegenbeli tendencia. A koncentráció mindenképpen. Megbeszéltük, illetve elmondtuk már nagyon sokszor, hogy nem lehet úgy mérkőzést elkezdeni idegenben, ahogyan azt tettük most az MTK ellen is, vagy ahogyan azt tettük a Honvéd ellen is. Mindenképpen szükséges egy tervezett, kontrollált támadójáték, hiszen abból lehet szervezni egy megfelelő védekezést. A Honvéd ellen 10-1-et dobtunk 3 pontosról az idegen pályán, most az MTK ellen 9-ből 1-et. Tehát mondhatjuk, hogy javultunk, mert nem volt 10 kísérlet, viszont ez egyáltalán nem jó. Nekünk közeli helyzeteket kell tudni kialakítani, és jó helyzetekből kell eldobni ezeket a labdákat. Ezen az MTK mérkőzésen is az első 4 támadásból 3-at 3 pontos dobás kísérlettel fejeztünk be. Nem szabad így elkezdeni egy mérkőzést, ezen mindenképpen változtatni kell, követni kell azokat a taktikai utasításokat, amiket kapnak az edzőktől a játékosok. Ha ez nem történik meg, akkor ilyen vereségek következhetnek be. Megvan a csapatban az az erő, az a hit, hogy visszataláljon arra az útra, ami azért a bajnokság nagyobb részében jellemezte? Mindenképpen megvan, de ehhez kellenek a játékosok is, rá kell ébredni arra, hogy nem elég csak kisétálni a pályára, hanem ott komolyan kell teljesíteni. Emlékszem rá, hogy az MTK elleni felkészülésnél néztük az MTK Miskolc mérkőzést, és egyöntetű vélemény volt, hogy milyen gyenge találkozó. Hát mi sem játszottunk jobbat, és ezzel szembesíteni kell önmagunkat, hogy sajnos tudunk mi is olyan mérkőzést mutatni, de tudunk jobbat is. Volt ez a HEP Kupa elődöntője a Pécs ellen például, amikor nagyon szépen játszottunk, vagy akár a döntőt is említhetném, de nem szabad semmilyen esetben sem elbízni önmagunkat, hiszen akkor ilyen mérkőzések fognak következni, mint ami az MTK ellen történt. És a bajnokságnak még korán sincs vége, ugye látjuk az ellenfelek eredményeit, Nagykőrösön kikapott az Oroszlány, utazni fogunk Békés Csabára, utazunk a TF-hez, ezek nagyon komoly mérkőzések, és ezekre nekünk fel kell készülni. Beszéljünk egy picit a fiatalokról, a junior csapat gyakorlatilag bent érezheti magát a 8-as döntőben, és a fiatalok belekóstoltak egy nemzetközi sorozatba is. Ez így van, nagyon örülök annak, hogy újra ott lehetnek a legjobb 8 között. Ugye a tavaly az 18-as csapatunk megnyerte a bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben, és remélem, hogy most is ott lesznek majd a legjobbak között. Ugye a legjobb 8 között ott vannak, de a legjobbakat egy picit szűkebb keretre gondolnám. Bízom benne, hogy ott lesznek a végelszámolásnál megint. Ehhez viszont szükséges, hogy ők is minden pillanatban koncentráltak legyenek. Nagyon szép volt, ahogyan az elmúlt héten a Fehérvár csapatát megverték, úgy gondolom, hogy lényegesen jobbak voltak, és ezt meg is tudták mutatni a pályán. Illetve valóban részt vettek a Sportcentrum fiataljai az EJBL-nek a következő fordulójában, ahol igazából mi beugróként indultunk, nem terveztük, hogy el fogunk indulni egy visszalépés miatt. Vállaltuk el azt a lehetőséget, hogy ott legyünk ezeken a fordulókon, és úgy gondolom, hogy nagyon jól
és hasznosan teltek ezek a találkozók, hiszen mérkőzéseket is tudtunk nyerni, a fiataljaink megtapasztalták, hogy milyen a nemzetközi légkör, körül nézhettek a nemzetközi mezőnyben, és szeretném, hogyha arra serkenteni őket, hogy még jobban dolgozzanak, és ne elégedjenek meg azzal, hogyha esetleg a magyar bajnokságot U18-ban mondjuk sikerül megnyerni, láthatják a nemzetközi mezőny erősségét, és azt is láthatják, hogy fel tudjuk venni velük a harcot, úgyhogy tegyük meg, és győzzük is le őket, hogyha lehetséges. A lapszakként edzőképzés indul a Nyíregyházi Egyetemen a 2018-2019-es tanévben. Ez is elhangzott, az edző leszek, nincs akadály elnevezésű rendezvényen, amelynek utolsó 9. állomása volt az intézmény. Azt szeretnénk, hogy a fiatalok válasszák ezt a hivatást. Nem is véletlenül, tehát nem munkát, hanem hivatást. Ma edzőnek lenni az egy életre szóló hivatás, egy életre szóló élmény, egy karrier lehetőség is egyébként. De ha megkérdezzük a sportolókat, hogy mit kaptak az edzőktől, szinte mindenki azt említi, hogy lehet, hogy többet, mint amit a családból kaptak. Úgyhogy nagyon szép hivatás és nagyon szép lehetőség. Gombamódra nőnek a létesítmények, az, hogy a sportstratégia ágazat az azt is jelenti, hogy egyre többen sportolnak. A feltételek is adottak, hiszen itt már elhangzott az előző beszélgetésekben, hogy csak a Magyar Edzők Társasága több mint 2 milliárd forint értékű támogatást kap, ami mindet az edzőkhöz juttatjuk el. Ma már vannak államilag foglalkoztatott edzők is, több mint 200-an, és most már az utánpótlásba is ad az állam ilyenfajta segítséget. Úgyhogy egy nagyon szép karrier lehetőség szerintem ma egy fiatalnak elindulni ezen a pályán. Valamikor az volt a gyakorlat, hogy ha egy sportoló befejezte a pályafutását, akkor kezdett el foglalkozni az edzői szakmával, most talán egészen más, mint említette, egy egész életre szóló karrier lehetőséget kínál. Most mi a tendencia? Hát el lehet indulni, és sokféleképpen mi azt arra biztatjuk a fiatalokat, és azért választottuk helyszínül a főiskolákat, egyetemeket, hogy el lehet kezdeni a sportolói múlt nélkül is az edzői pályát, hiszen számos példa van rá, hogy akár világbajnokot, olimpiai bajnokot is lehet úgy nevelni, hogy az edző nem volt élsportolói múlttal nem rendelkezett, ennek ellenére lehet eredményesen dolgozni, de ne felejtsük el, hogy az edzőnek a pedagógus munkáját, a gyerekekkel való foglalatoskodást, a nevelői munkát, a nevelői feladatokat, tehát egy edzőnek sokkal nagyobb az eszközrendszere, mint bármilyen iskolába dolgozó tanárnak, bármilyen területen dolgozó tanárnak. Az edző folyamatosan tud motiválni, az edző magát a személyiséget tudja nevelni, pozitív értelemben erősíteni, az, hogy mi az, hogy küzdeni, mi az, hogy a kudarcot földolgozni, mi az, hogy a sikert földolgozni és elviselni, és hadd ne soroljam. Tehát mindannyian, akiknek voltak edzőik, meg voltak edzői kapcsolatai, mind én magam személyesen is, szerintem senkitől nem kaptam annyit, mint amennyit az edzőmtől kaptam. Ezzel az előadás sorozat, ez a Nyíregyházi rendezvényel zárul, lesz-e valamilyen szintű folytatás ennek a programnak? Hát reméljük, folyamatosan kapjuk a megbízást a sportév felelős államtitkár Szöntő Szabó Tündértől. Úgyhogy ahogy említettem most, ami nekünk a legfontosabb, hogy abban is segítsük az edzőket, hogy ők a tudományukat is magas szinten műveljék, hiszen azért azt is szeretnénk, hogy legyenek sportsikerek is, mert azért a magyar sport azért arról is híres, hogy ott vagyunk a világ élvonalába. Ehhez viszont nagyon nagy komoly tudás és ismeret szükséges, úgyhogy ebben az évben közel 30 olyan szakmai konferenciát fogunk rendezni, ahol az edzőknek egyébként nagy részében kötelező részt venni, ilyen kredites képzési forma van, és most elindítottunk egy másik akciót is, azoknak az edzőknek, akiknek még nincsen főiskolai egyetemi diploma a zsebébe, hát nyilván ezeket próbáljuk segíteni, már önmagában a felvételire is, tehát Tesnős Egyetemen már beindult a levelező edzőképzés, az önálló szakedzőképzés, hihetetlen népszerű, de viszont hát ugye idősebb edzőket azért segíteni kell ahhoz, hogy megfeleljenek a felvételi vizsgán, és utána pedig szeretnénk egy ilyen mentorrendszert az államtitkárság segítségével és a Testnevelési Egyetem támogatásával egy mentorrendszert is kialakítani, hogy hát azok az edzők, akik nyilvánvalóan esetleg valami óvó kifolyólag edzőtábor, verseny nem tudnak részt venni a képzésen, kihagynak egy-egy órát, akkor kapjanak felzárkóztatást azoktól a tanároktól, akik ezeket az órákat előadják. Tehát az a cél, hogy mindenki a legmagasabb és a legalaposabb ismerethez, tudáshoz jusson.
Ugye Magyarország már jó néhány éve stratégiai ágazatnak számít a sport, és most egy olyan program sorozat a Záró Nyíregyházán, amely az edzőképzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Gondolom nem véletlen, hogy az államtitkárság mögé állt, el mögé a kezdeményezés mögé. Nagyon fontos feladat, hogy az edzők képzése nagyon jó kezekben legyen, és éppen ezért programokat indítottunk el. Többek között az edző legyek, ez is nem akadály, tehát című rendezvénysorozat, aminek a 9. állomása itt Nyíregyházán van. Nagyon fontos, hiszen nagyon sok programot tudtunk elindítani az elmúlt időszakban, pont azért, mert ugye nekünk elsődleges célunk, hogy minden gyermek sportoljon, ehhez létesítményeket fejlesztünk, hogy olyan méltó közegben legyenek a gyerekek, amit tényleg ő hozzájuk az eredményességhez biztosítani kell, és ennek megfelelően nem csak a gyermekek létszámának kell emelkedjen, hanem a maguk a pedagógusok és az edzők, akik szakembereként ott állnak mögöttük, mellettük. Úgyhogy éppen ezért fel szeretnénk hívni a figyelmet ennek a hivatásnak a fontosságára, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azért lehet látni, hogy folyamatosan emelkedik az edzői létszám is. Nem véletlenül, hiszen olyan megbecsülésnek örvendenek azáltal, hogy nagyon sok programmal tudunk segíteni a sportban élőknek, hogy tényleg jönnek, és akár élethosszan tartó pályának is válasszák a szakemberek ezt a hivatást. Úgyhogy nekünk ezt támogatnunk kell. Éppen ezért nagyon örülök neki, hogy a Magyar Edzők Társasága emellé oda tudott állni szakszerűen, szakmát képviselve, és ezt érzik a szakemberek is, akár az utánpótlás nevelésben tevékenykedők, akár az élsportban. Nagyon sok rétű a feladatuk. Nekünk az a legfontosabb, hogy a feltételeket tudjuk biztosítani nekik. Több ezer, több tízezer és még több edző dolgozik Magyarországon. Nagyon sok sport tágunk van, és nekünk azt kell biztosítani, hogy a gyermekeink mellett képzett, elhivatott edzők és szakemberek dolgoznak és foglalkoznak velük. Alak ön minden bizonyal tudja, hogy egy edző-versenyző kapcsolat sokkal több annál, ami a sportpályán történik az edzés ideje alatt. Igen, természetesen nekem most itt van az edzőm is, aki végig kísérte a pályafutásomat. Hát ő is nagyon jól tudja azért, hogyha egy kicsi gyerekként elkezdődik a munka, egészen a felnőtté válásig milyen sok akadály és rög gördül oda az edzői tevékenységébe, hiszen itt a család, az iskola, akár a magánjellegű dolgok is megmutatkoznak, és éppen ezért nagyon sok rétű az a teendő, amit egy edzőnek el kell látnia, pontosan ezért kellenek képzések, különböző olyan tanfolyamok vagy programok, amellyel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy miben kell változtatni, mivel kell segíteni őket, és így lehet sikeres, úgymond a magyar sport, és ennek megfelelően én is azt tudom mondani, hogy azért vagyunk olyan sikeresek, mert nagyon jók a szakembereink, nagyon jó edzők foglalkoznak vele a gyermekeinkkel. Az biztos, hogy a tehetségek országa vagyunk, ez megmutatkozik a különböző sportágak eredményességében, de nem lehetnénk sikeresek, hogyha nem állnának a sportolók mellett és mögött olyan szakemberek, olyan edzők, akik élethivatásukként foglalkoznak velük. Milyen tervei vannak az intézménynek az edzőképzés beindítását illetően? Nagy örömmel vállaltuk ennek a házigazda szerepét, ennek a programnak, mert a mi terveink között is szerepel az edzőképzésnek, hogy így mondom, a beindítása, mert egy jó pár évig nem volt lehetőségünk rá, illetve hát kollégáink OKI képzésben részt vettek, és már most 17-től a Magyar Kézilabda Szövetséggel is kötöttünk egy együttműködést, tehát együttműködésben, kézilabdában, a licencrendszerben van edzőképzés a lehetőség, de szeretnénk, mint alapszakot 19-ben akreditáltatni az edző alapszakot, ez 17-ben vált külön, a testnevelő edző megszűnt, és edző alapszak van most már, és az edző alapszak keretében szakedzői diplomát a kiválasztott sportágban lehet majd szerezni. Még most körvonalazódik, hogy mely sportágokba fogjuk megpróbálni ennek, illetve nem megpróbálni, mert a próba szoktunk, mert ez kevés,
ezt csinálni kell, tehát fogjuk akkreditáltatni az edzőket, és az úszás az biztos, még ezen kívül gondolkodunk atlétikában, a labdajátékokban, de ez majd 19-ben fog igazán realizálódni, mert megemelkedett, hogy így mondjam, az edzőképzésnek a színvonala abban az értelemben, hogy az akkreditáció is PhD végzettségű szakedzővel rendelkező oktató kell, aki felelős legyen, tehát a sportági edzőképzésért. Úszásban ugye van mesteredzünk, Vajda Tamás esetében, és még a többi sportágokban is ez majd elválik, hogy hogyan fogjuk tudni biztosítani a feltételeket. Az időjárási körülmények miatt elmarad a labdarúgó megyei másod és harmadosztály hétvégére kiírt tavaszi nyitófordulója. A mérkőzéseket május 1-én kedden játszhatják le a csapatok. Az időjárási körülmények most nem teszik lehetővé azt, hogy hétvégén az eredeti terveknek megfelelően március első hétvégén elinduljon a megyei másod és harmadosztályú pontvadászatunk. Ugye értelemszerűen, hogy a pályák jelentős része is nincs olyan állapotban, hogy lehessen rajta játszani. Igaz, hétvégére már azért jobb időt mond és enyhülést, viszont a 4-5 napon keresztül tartó húzamos fagy miatt balesetveszélyes lenne rajta játszani, és ezért döntöttünk amellett, hogy a megyei másod és harmadosztály 16. fordulóját 2018. május 1-ére rakjuk. Ugye ez volt az egyetlen olyan tavaszi időpont, amely hétköznap, de munkaszüneti nap, tehát így igazából mindenki ráér, és le tudják játszani majd a mérkőzéseket. Hogyan fogadták a csapatok a döntést? A csapatok jelentős részén azt hiszem, hogy örült ennek, hiszen látták, hogy milyen körülmények vannak. Ennek ellenére vannak olyan csapatok természetesen, akik játszani szeretnének, legalábbis tegnapi információt, kedd délután még játszani szerettek volna. Nekik azt tudom ajánlani, hogy természetesen lejátszhatják a mérkőzést, akár az eredeti időpontban is, amennyiben ugye a másik félel megegyeznek, illetve ez a május 1-e sincs kölyökbe vésve, tehát természetesen központilag mi a május 1-ét tűztük ki, de ha a két csapat megállapodik egy másik időpontban, márciusban vagy áprilisban, bár még szerdai vagy csütörtöki nap, amikor le tudják játszani, akkor értelemszerűen akkor játsszák le, amikor az együttesek megállapodnak egymással, csak a megállapodás tényét az IFA rendszeren a mérkőzés módosítási kérelem alatt mindenféleképpen rögzítsék és fogadják el. A megyei első osztályban az elmúlt hétvégén megkezdődött a tavaszi szezon két mérkőzés elmaradt, most az előttünk álló hétvégében. Igen, múlt héten azért, bár nagyon hideg volt és szeles idő volt hétvégén, főleg a vasárnapi nap, múlt hétvégén azért még lehetett focizni, a 8 mérkőzésből 6-ot meg is tartottak, igaz azért nem a legjobb körülmények között, viszont szerencsére sérülés nem történt. Most viszont ugye a hó is leesett, ennek ellenére azért úgy gondoljuk, hogy a megyei első osztály nem véletlen megyei első osztály. Egyrészt ugye ezeknek a csapatoknak az infrastruktúrális lehetőségei már teljesen mások, mint a megyei másod-harmadosztályba. Nem menjünk messzire, például majdnem mind a 16 csapatnál a centerpálya mellett van még legalább egy olyan edzőpálya, vagy egy 40x60-os műfűves pálya, ahol tudnak készülni, tudnak edzeni, tehát a hétköznapokon a centerpályát nem terhelik. A szintén ide tartozik, hogy a megyei első osztálynak azért a különböző pályázati MLS által biztosított pályázati forrásokból, legyen az a TAO pályázat, vagy az infrastruktúrális fejlesztési pályázat, vannak olyan gépeik, amelyel a pályájukat rendbe tudják rakni, és sokkal inkább meg tudják tisztítani a hótól, vagy a fagytól, mint például az alacsony osztályú pályák. Ennek ellenére valószínű, hogy nem mind a 8 párosítást rendezik meg. A legutolsó információk szerint például a Máté Szalka nem tudja, illetve a Baktor Orántháza se tudja majd megrendezni hétvégén a meccsét, de bízunk benne, hogy a másik 6 párosítást azt le fogják játszani. 3 párosítás egészen biztosan műfűes játéktéren fog majd lezajlani a hétvégén. Aranyérmet szerzett Hanuscsák Fanni karcagon az aszlétenisz diákolimpia országos döntőjében. Az apai általános iskola tanulója a 3.-4. korcsoportos A kategóriás lány egyéni versenyben végzett az élen. Az az igazság, hogy második helyen végeztünk a megyei diákolimpián, nem is jutottunk igazság szerint ki, de viszont a Laskai Irisznek a külföldi elfogadtsága miatt meghívást kapott Fanni az országos diákolimpiára. A mezőnyt ismerve már a 8 közé kerülést is úgy gondoltuk, hogy szép eredmény lenne tőle. Ennek ellenére Fanni a kimagasló teljesítményt nyújtva, előtte jobb helyezetteket legyőzve aranyérmes lett, ami minket is meglepett, őszintén megmondva. Hány meccsen állt asztalhoz, és hány győzelem kellett az elsőséghez? 6 mérkőzést kellett játszani, a csoportmérkőzéseken 3 mérkőzésből ugye egyet elveszített, és emiatt rosszabb sorsolást kapott a főtáblán, mert megkapta az első kiemeltet, de attól kezdve magabiztos játékkal mindenkit meglepve ment a győzelem felé. Ez a 3.-4. korcsoport, ugye 2 korosztályt ölel fel, milyen létszámú, milyen erősségű volt a mezőny? Az országos diákolimpiára csak a megye legjobbjai, tehát 20 fő indulhat, és így a ranglista alapján a legjobbak is ott voltak, 1-2 hiányzó volt igazság szerint.
köztük a magyar ranglista ugyanaz első helyezettje, akit a döntőbe vert meg 2-0 leszett hátrányról, vagy a saját ranglistán a 6., 7., 8. versenyző is ott volt. Hogy látod, mivel kerekedett a mezőny fölé, hiszen említetted, hogy nem számított esélyesnek? Talán most volt az egy olyan verseny a számára, amikor megmutatta az, hogy ha higgadt és nyugodt a játék, ami hát még egy kicsit még ugye fiatal és szétesik néha, hogy megpróbált ott lenni, és fejben dőlt el nála sok minden, és a taktikai fegyelmet betartotta, és ez vitte őt a győzelemre. Mióta pingpongozik, Fanni, mennyit tudtok készülni, edzeni, milyen körülmények között? 4 éve körülbelül kezdte el a pingpongot, teljesen diáksport szinten, a többiekkel együtt, és heti 2-3 edzés van számukra, ami igazság szerint a versenysporthoz nagyon kevés, a diáksporthoz még azt mondom egy darabig elég, ezt növelni kellene, de egyelőre még a lehetőségeink azok korlátozottak. Diákolimpiát tekintve vége az évnek, de a versenyszezon még igazán most indul. Mi ennek az évnek a legfontosabb feladatai, vagy melyek a legfontosabb feladatai? Gyerekek részére, még, tehát mivel nem vannak már igazolva, tehát igazolt versenyzőként is szerepelnek a ranglista versenyeken, így most a következő 2 hét múlva a következő Moac kupán kell nekik csapatban és egyéniben is bizonyítani. Hát az év folyamatos, tehát rengeteg verseny van, amit meg kellene oldanunk. Csak ugye hát nagyon nehéz az anyagi hátteret megteremteni, mivel nagyon sokba kerül ez a versenyekre való részvétel. Fanni már egyszer közel állt ahhoz, hogy bekerüljön a válogatott keretbe, most milyen esélyt látsz rá? Mivel ő még ugyanaz korcsoportú, tehát alsó korcsoportú, és gyakorlatilag most 6. helyen áll a magyar ranglistán, bízunk benne, hogy előre rép, és ha sikerül akkor a 3-4-be, akkor meghívhatják az ugyanaz válogatottba. Viszont már a egyen nagyobb korcsoportban, a Serdülők mezőnyében is most a 19. helyre följött, így ez a jövőt tekintve viszont nagyon jó, mert a következő években még ott is tud bizonyítani, előre lépni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen az egyéni sportágban egy kicsit mindig különlegesebb, mint csapatsportágban aranyérmet szerezni legalábbis, én legalábbis így gondolom. És hát nagyon büszkék vagyunk Fannira, hiszen úgymond beugróként kellett részt vennie az országos döntőn, hiszen nem ő volt, aki megnyerte a megyei döntőt, illetve az országos elődöntőt, és az a versenyző, akinek részt kellett volna venni, ő egy nemzetközi versenyen vett részt, és így Fanni beugróként elment az országos döntőre, és mindenkit maga mögött tudva megnyerte ezt, tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, és hát köszönjük szépen azt a szakmai munkát, amelyet végeznek ott Apagyon, hiszen ez nem egy kiugró siker, hiszen folyamatosan hozzák a jó teljesítményeket, akár érembe, akár helyezésekbe, és hát valóban most sikerült úgy kezdeni az évet, hogy ez már nem az első aranyérem, hiszen a röplabdás lányok, a vasvári röplabdás lányok, ők már egy aranyérmet hazahoztak országos döntőről, és hát emellett azért vannak második helyeink, vannak harmadik helyezettjeink, és vannak azért olyan helyezettjeink is, akik szintén pontokat hoznak, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák sportolókra, és mivel, hogy most itt az osztálytenisztről beszélünk, még egyszer szeretnék gratulálni Fanninak. Ahogy közelik a tanév vége, jönnek az országos elődöntők, országos döntők, milyenek a kilátások? Bízunk benne, hogy aranyos kilátásaink lesznek, és hogyha itt egy pár szót beszéltünk, ugye a nyár elején egy országos döntőt fogunk rendezni, összevont labdajátékok országos döntőt, amely most egy kicsit még talán nagyobb falat is lesz, mint a tavalyi, amely szintén egy nagyon sikeres döntő volt. Most labdarúgás sportággal kiegészülve fogjuk megtartani, ez azt jelenti, hogy több mint 1200 sportoló vesz részt majd ezen az eseményen, amely két helyszínen valósul meg, nagyrészt Nyíregyházán, illetve a kézilabda sportágat az Kisvárdán fogjuk megrendezni, tehát ebből adódóan a labdarúgás, röplabda és kosárlabda az nyíregyházi helyszíneken valósul meg. Hát nagyon szeretnénk innen is aranyérmet hozni, vagy inkább azt mondom, hogy itt tartani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe az aranyérmet. Bízunk benne, hogy sikerülni fog, és abban pedig 100%-ig biztos vagyok, hogy őrületes lesz a hangulat. A papírformának megfelelően vereséget szenvedett a TFS-e otthonában a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 71-36-ra kapott ki a fővárosban. Azzal a célra utaztunk, hogy lehet ne legyen túl nagy arányú a vereség, ha lehet ne kapjunk 100 pontot és dobjunk legalább 50-et. Na most ugye ebből a túl nagy arányú vereség, az hál' Istennek nem lett túl nagy a vereség, a dobott pont az kevesebb lett, mint amire számítottunk. De legalább kaptunk 100 pontot, tehát most ezt legalább megúsztuk. Nehéz, tehát nagyon nehéz így, hogy a csapatnak ugye a 99%-a az ugye most junior korú játékosba lát össze. Az Anna Takácsán azért próbál valamilyen szinten valami rutint belevinni ebbe a játékba, de nagyon nehéz.
Hát már megvoltak nekünk most is a helyzeteink, mint hogy a csata ellen is megvoltak a helyzeteink, de egyszerűen nem tudjuk ebből a ritmusból, ebből a gyorsaságból még ezeket pontra váltani. Az, hogy a védekezésünk az már sok esetben összeállt, tehát ez már biztató a jövőre előre tekintve. Pár pillanat ennyi sikerül, ennyit tudunk kihozni ebből a csapatból, reménykedünk, hogy a sérültjeink rövid időn belül fölépülnek, és a következő mérkőzések valamelyikén már pályára tudnak lépni. Most hogy egyértelműen az a cél, hogy a következő mérkőzésünkön próbáljunk megnyerni, hogyha ezt a mérkőzést tudjuk hozni, akkor az ilyen sokkal jobb szájízzel indulhatunk neki a következő mérkőzéseknek. Túléltük, mindenféleképpen túléltük ezt a TF meccset. Milyen esélyekkel lép pályára a csapat a Diózsérú 23-as együttes ellen, hiszen korban a nyíregyházi játékhoz sokhoz közelebb álló ellenférő van szó? Így van, talán azt mondhatjuk, hogy ugye ők aránylag közel állnak hozzánk korban. Kikértek most már mindenkinek, tehát aki él és mozog, aki az A-csapatban játszik és korban belefér ebbe az U23-asba, tehát aki az Amatőr NB1-be lejátszott, annak mindenkinek játékengedélye van. Tehát innentől kezdve nem tudjuk, hogy milyen csapattal fog hozzánk érkezni ez a Diósgyőr. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy hazai pályán azért megpróbáljuk megnehezíteni a dolgokat, vagy az reményeink szerint megnyerni ezt a mérkőzést. Ugye ezen a héten már elkezdett edzeni a Fekete Dóra is, a Dia is elkezdett edzeni, ugye nála attól függ, hogy a kézvédő az megérkezik-e addigra vagy sem, mert ha nem, akkor én nem engedem pályára lépni, tehát az a kéz annyira nem biztos még, hogy megkockáztassuk azt, hogy egy mérkőzés, és megint valami gond és probléma történjen, és ugye hát elkezdett edzeni Orsolya is, és innentől kezdve, hogyha minden összejönne, és mindenki hadra fogható, akkor talán egy pár percre talán a négy rutinos játékosunkat is pályán tudnánk tartani, ami azért a mostani körülmények között egy óriási dolog lenne, amellett, hogy tényleg a fiataljaink azok azért erőn felül teljesítettek, tehát ők azért olyan plusz tettek hozzá ezekhez az utolsó mérkőzéseket, és olyan tartásról tettek tanúbizonyságot, amiért minden elismerés is le a kalap előttük. Tehát csak azt, hogy a fiatal centereinknek ugye azt a német almát kellett tartani, aki korosztályos válogatott volt, aki azért már nagyon sok rutinnel és nagyon sok olyan tétmeccsen van túl, és sikerült, akár még le is blokkoltuk, tehát én azt mondom, hogy ez remélhetőleg ez nagy pozitívumot ad ezeknek a játékosoknak, és kiegészítve talán ezekkel a rutinos, hát azt nem mondanám, hogy öregekkel, de 20 éveseinkkel, akkor talán jobb szájézzel zárhatnánk ezt az alapszakaszt. Ennyi fért a mai Sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!